el az díjátadó gálaján, már egy rutinos díjátvevőt köszöntetek, Szűcs Lajost, aki hatodik alkalommal lett a legjobb kapus. Miben más ez a mostani díj, mint a többi? Lehet ilyet mondani? Elsősorban attól, hogy elszoktam tőle, hiszen az előző évben ugye 3 éven keresztül MB2-ben szerepeltem a csapatommal. Most, hogy visszajöttem, nagyon nagy megtiszteltetés és elismerés, és nagyon büszke vagyok rá, hiszen a magyar labdarúgásban dolgozó szakemberek, játékosok, szakvezetők szavazati alapján, tehát a közvetlen szakma szavazati alapján sikerült ezt a trófeát megkapnom. Külön öröm számomra, hogy Zsibolás Gábor által fényjelzett ez a díj, ami tulajdonképpen kisgyerekkoromban Zsibolás Gábor volt, mint ugye erős hadsereg, a legjobb példaképpen életemben. A teljesítményem azt én úgy gondolom, hogy azért volt követni való az elmúlt évben is, hiszen azért sokszor volt, amikor esetleg többet megtettem volna a bizonyos mérkőzéseken, vagy ha más döntés hozok, akkor jobb eredményt ér a csapatom. De igazából nehéz dolgom nem volt, hiszen a kapus edző készít fel a Kovács László személyében, hogy abszolút tényleg fizikálisan, mint fejbe, abszolút topon voltam. Így a mindennapok, minden hétköznapokban segít valamit egy ilyen díj, ad egy plusz erőt a munkához? Hát mindenféleképpen, hát azért ez egy, még egyszer mondom, azért nagyon nagy elismerés. Nagyon büszke vagyok rá, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és olyan volt játékos társak, labdarúgásban dolgozó szakemberek, edzők között lehetek, amire gondolom, hogy egy Magyarországon aktív, pályafutásában lévő játékosnak óriási megtiszteltetés. Ha sportturizmus, akkor Questor utazás. www.questor.hu. Mert a meccseket látni kell.